jogorvoslati eljárások párhuzamosan indultak erről, mind a államtitkárasszony, mind pedig a bizottsági jelentés beszélt. Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes az országgyűlésnek minél gyorsabban kijavítani. És hát volt egy nagyon fontos dolog, amire én azt gondolom, hogy például a törvényalkotásnál is már figyelni lehetett volna. Ez például a passzív választójog intézménye, mert ezt már ugye ez a parlament fogadta el, a Lex Borkai néven elhíresült törvényről van szó, ahol például a választási bizottságoknak nem állt rendelkezésre olyan adat, amely alapján ezt el tudták volna közhitelesen dönteni, hogy ezekben a kérdésekben hogyan járjanak el, és hát ezt nem könnyített az ő eljárási rendjüket sem, hogy nagyon rövid volt a jogorvoslati határidő, mindössze 2 nap. Én befejezésül a kisebbségi ombudsman Kálai úrnak a hozzászólását szeretném megköszönni. Ő nagyon részletesen kifejtette, hogy a kisebbségi választással kapcsolatban milyen anomáliák és milyen gondok és milyen problémák vetődtek föl. Azt gondolom, hogy érdemes megszívlelni az ő ajánlását, és nyilvánvalóan az országgyűlésnek az elkövetkezendő időszakban megtenni azokat a javaslatokat, és nyilván várjuk a kormánytól is ezzel kapcsolatban az ő törvényjavaslatait, hogy azokkal a problémákkal, amelyek nyilvánvalóan nagyon befolyásolták egy-egy helyen a kisebbségi választásokat, azokat eredményesen lehessen lezárni. És hát én azt gondolom, hogy tényleg fontos, és a szocialista frakció nevében is szeretnénk innen is megköszönni minden olyan szakembernek, aki a választások rendjében köztisztviselőnek, központi apparátusnak, a helyi választási bizottságoknak a munkáját, hogy tényleg rendben és törvényesen le tudott bonyolódni Magyarországon az önkormányzati választás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Habis László képviselő úrnak, a Keresztény Demokrata Néppárt vezérszónokának. Önnél a szó, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A helyi önkormányzatok működése szempontjából lényeges változásnak tekinthető, hogy a választások anyagi jogi szabályait a 2010 évi százas törvény újra kodifikálta. Ezáltal vált többek között az lehetővé, hogy a helyi önkormányzati testületek tagjainak száma átlagosan mintegy egyharmadával csökkent, egyes önkormányzati testületi típusokban nagyjából megfeleződött. Vitatom Varga Zoltánnak, az MSZP vezérszónokának azt az álláspontját, hogy ez összességében nem eredményez egy racionálisabb, összefogottabb, az önkormányzati működésben a stratégiai kérdésekre koncentráló testületi munkát, hogy ez ne volna olcsóbb, és hogy összességében ne csökkent volna például a bizottságok száma az egyes testületekben, ezáltal változott a döntés előkészítés rugalmassága, gyorsasága, és ez változást eredményez egyébként a testületek, a bizottságok és a polgármesteri hivatalok közötti együttműködésben is. Összességében tehát én úgy gondolom, hogy a képviselői helyek számának a csökkentése az nem cél volt, hanem eszköz egy rugalmasabb, észszerűbb, a mai magyarországi viszonyokhoz jobban igazodó önkormányzati testületi munka irányában. A választások eljárási szabályai is jelentős mértékben megújultak. Ezek lehetővé tették azt, hogy az Országos Választási Bizottság, amelyet újonnan választottunk meg, biztosítsa a választások törvényességét. Fontosnak gondoljuk azt kiemelni, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter által megalkotott rendeletek jól szolgálták a helyi önkormányzati választások törvényes és eredményes lebonyolítását. Ismeretes az hangsúlyt kapott, hogy az országgyűlés egy új választási bizottságot választott, amely megfelelően őrködött a választások törvényes lebonyolítása felett. Fontosnak tartjuk kiemelni,
hogy a testületi létszámcsökkenés okán valamennyi településen, illetve a megyei és fővárosi közgyűlésekben is meg kellett állapítani a választásra kerülő új testületek létszámát, amelyet a választási irodák vezetői minden esetben határidőben végeztek el. Ugyanígy megtörtént az egyes választókerületek és szavazóköri határok változtatása is. Úgy tapasztaltuk, hogy ezek összességében racionálisan a helyi települési szokásokhoz és hagyományokhoz, illetve az észszerűségi követelményekhez igazodtak. A választási irodák ezeket minden esetben határidőben elvégezték, ezeket a változtatásokat. Megállapítható, hogy a választási értesítők és ajánlószelvények megküldése időben megtörtént a választópolgárok számára. Pozitívumnak gondoljuk azt, hogy a választási irodák információs szolgálatot működtettek, amelyek a lakosságot a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról korrekten és a szabályoknak megfelelően tájékoztatták. Mi magunk is úgy értékeljük, hogy az informatikai rendszer nélkülözhetetlen és jó támogatást adott a választási igazgatás számára. A választások törvényes lebonyolítását igazolja az a tény, hogy igen csekély számban nyújtottak be kifogást a választásokkal kapcsolatban, alacsony volt a jogorvoslatok száma. Az október 3-i önkormányzati választások tapasztalatai természetesen a jogalkotás további folyamatában jól hasznosíthatók, itt gondolok például az ajánlószelvényekkel kapcsolatos kérdésekre. Hasonlóan az az álláspontunk, hogy a kisebbségi önkormányzati választások kiskapujnak bezárása is további feladatunkat képezi. Tisztelt Országgyűlés! A KDNP parlamenti frakciója javasolja a tisztelt Országgyűlésnek, hogy fogadja el az Országos Választási Bizottságnak, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a választási eljárás alapján előterjesztett a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-i választásának megszervezésével, lebonyolításával, az ezzel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentést, továbbá a terület és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választással kapcsolatban előterjesztett jelentéseket. Állapítsa meg, hogy a helyi önkormányzati képviselői választások törvényes rendben zajlottak le. Egyetértünk azzal, hogy az Országgyűlés fejezze ki köszönetét mindazoknak, akik a helyi, területi és országos választási szervek tagjaiként tevékenykedtek, hozzájárultak a választások törvényes lebonyolításához. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Apáti István képviselő, Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Országgyűlés. Engedjék meg, hogy mindenek előtt én is köszönetemet fejezzem ki annak a mintegy 30 ezer köztisztviselő és közalkalmazott kollégának, illetőleg a kb. 60 ezer választási bizottsági tagnak, akik nélkül nem sikerült volna lebonyolítani a helyi önkormányzati választásokat. A két nagyobb beszámoló közül először a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos állami feladatok végrehajtását, a lebonyolítással megszervezése kapcsolatos állami feladatok végrehajtását szeretném górcső alá venni. Tény, hogy önmagában véve örvendetesnek tűnik az, hogy mintegy 26 ezerről valamivel több mint 17 ezerre, tehát egy olyan jó egyharmaddal csökkent le a helyi képviselők száma. Az már más kérdés, hogy a megoldási módozattal a Jobbik nem tudott egyetérteni, ezért sem támogattuk a megoldási mód a kivitelezés miatt ezt a javaslatot, ellentétben például a kisebb parlamenttel kapcsolatos javaslattal, amelyet a Jobbik is megszavazott még tavaly tavasszal. Örvendetes az is, hogy az 5,3 milliárd forintos költségkeretből sikerült 300 millió forintot megtakarítani, ennek nagyon örülünk, sőt, hogyha Korondi Miklós képviselőtársunk, Jobbikos képviselőtársunk javaslatát megfontolták volna, akkor valószínűleg ezt a megtakarítást lehetett volna növelni, egyúttal pedig a választások tisztaságát is sikerült volna fokozni, ugyanis, mint ahogy arra emlékszünk,
tavaly nyári ülésszakon Korondi Miklós módosító javaslatot nyújtott be, amelyben kérte a borítékos rendszer megszüntetését, magyarán mondva ne legyen szükség borítékok legyártására a szavazások alkalmával. Egyrészt ez országos kihatásában jelentős megtakarítás, másrészt pedig a láncszavazások néven elhíresült nagyon súlyos választási csalásokat, választási visszaéléseket gyakorlatilag egy csapással meg tudtuk volna ezzel szüntetni. Reméljük, hogy a későbbiekben majd ezt a jobbikos javaslatot is befogadja a tisztelt kormánytöbbség. Aztán ugye szó van itt a beszámolóban, sok egyéb más mellett a 10 000-nél több lakosú települések esetében arról, hogy a választókerületi határokat újra kellett rajzolni. Szűkebb környezetemből vett példával éljek, Mátészáken ugye 14 választókerületben szavaztak az emberek 2006-ban, ez most lecsökkent 8-ra. Egyébként mi sem problémáztunk ezen helyben, valószínűleg biztosan jól rajzolták meg az új választókerületi határokat. Ez azonban sokkal inkább a helyi jegyzőn és a helyi szakapparátuson múlott, mint a helyi politikusokon. Tehát ezzel helyben nem volt problémánk. Országosan nem biztos, hogy ennyire pozitív a kép, hiszen azért nyilván szükségképpen a rendszer torzulása miatt olyan aránytalanságok alakultak ki, amelyek azért nehezen magyarázhatóak. Itt szintén helyi példával élve azt azért mindenképpen torznak és aránytalannak, súlyosan aránytalannak tartom, hogy egy korántsem 8-szoros különbség jött létre, mondjuk Mátészalkán, megint helyi példában azakodok elő a Fidesz és a Jobbik között, és a egyéni és a kompenzációs listarányok eltorzítása miatt mégis mondjuk 8-szor, a polgármester együtt 9-szer annyi képviselője van a Fidesznek, mint például a második legerősebb, legnagyobb politikai erőnek, a Jobbiknak. Hát ha nincs 9-szeres különbség, akkor azért elég torz, hogy mégis a népakaratot megcsúfolva 9-szer annyian ülnek ott például a helyi testületben is. Különösebben ezzel a beszámolóval nem foglalkoznék, hiszen itt tényadatok hangzanak el, amelyeket nem feltétlenül tartok olyan értelme vitára érdemesnek, hogy ilyen tényekkel lehet vitatkozni, csak éppen felesleges időrablás. Sokkal érdekesebb, amit az előbb már megemlítettem, hogy milyen törvény alapján választott Magyarország helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket 2010. október 3-án. Ez ugye a 2010. év 50. törvény, amely egy vadonatúj szabályozást jelentett az eddigi joganyaghoz képest, és tekintettel arra, hogy hivatkozik a beszámoló is több helyen erre, ezért most ismét kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy megemlékezzünk ennek erről a törvényre, a törvénynek a megszületési körülményeiről. Hát egyrészt ezt súlyosan alkotmánysértőnek tartja a Jobbik Magyarországért mozgalom. Éppen miatt fordultunk tavaly nyáron, soron kívül eljárást kérve a találos testülettől az Alkotmánybírósághoz, kérve az egyéni és a listás mandátumok arányaiban rejlő alkotmánysértés megszüntetését. Tehát kértük a találos testülettől, hogy helyezze hatályon kívül a törvénynek ezeket a rendelkezéseit. Ugyanis nem tartjuk azt semmifajta észérvel magyarázhatónak, alátámaszthatónak, hogy 70% egyéni és 30% listás arányokat határoz meg ez a törvény. Ez szembe megy a tavaly tavaszi arányokkal, illetőleg azokkal az arányokkal, amelyeket a 2014-es országgyűlési választások esetén a jelenlegi információink szerint a kétharmados többség is meg akar hagyni, mely szerint 55%-ban listáról, 45%-ban egyéni mandátum keretében kerülnek majd be, honatják az új országgyűlésbe. Ugyanis tudom én azt, tisztelt képviselőtársaim, hogy nagyon népszerű, nagyon jól hangzik, nagyon tetszik az embereknek, hogy azt mondanánk, hogy minél inkább az egyéni mandátumok irányába vinnénk el a jogrendszert. Ez egyébként az angol száz jogrendszer sajátossága. Egyrészt Magyarország mindig is a kontinentális jogrendszer, azonban az osztrák-német jogfejlődéshez tartozott, illetve az osztrák-német jogfejlődés követte. Eléggé rendszeridege most az angol száz rendszert behozni. De hogy ne csak ilyen államelméleti, meg jogtörténeti érvekkel éljek, hadd mondjam el önöknek azt is, hogy nem csak ezért tartjuk igazságtalannak, hanem azért is, mert hogyha amit egyes fideszes képviselőktől úgy félfüllel hallottam, hogy minél inkább az egyén irányába kellene elmenni, és még köszönjük meg azt, hogy nem teljesen csak egyéni rendszer alakult ki. Hát azért ez mindenképpen vérlázító és teljesen torz lenne, hiszen ebben az esetben, ha ezt feltételezzük, hogy csak egyéni képviselők kerülhetnének mondjuk a Magyar Országgyűlésbe, akkor mondjuk azt látnánk, hogy 855 ezer magyar ember szavazata egyetlen mandátumot sem ér. Ezt gondolom önöknek sem kell magyarázni, hogy mennyire aránytalan.
Ettől függetlenül én is tisztában vagyok azzal, hogy a magyar emberek nagyon szívesen hallják azt, hogy persze, csak egyéni képviselők kerüljenek be, és nyilván most vádolhatnak, vagy megtámadhatnak engem azzal, hogy nyilván most a Jobbik érdekében beszélek, hiszen ugye listáról bekerült képviselőink vannak. De szeretném megvilágítani egyéb érvekkel, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, és ilyen egyszerűen nem lőhető ki ezzel az egyszerű érvel. Egyrészt a Fidesznek sem ment ennyire jól, nem mindig futott ennyire a szekér, tehát hogyha 2002-es, 2006-os választásokat megnézünk, és ott mondjuk az egyéni arányok, egyéni rendszer felé tolódott volna a választói rendszer, akkor bizony a Fidesz sem járt volna olyan jó, tehát azért óvatosságra intem a kormánypárti képviselőket is. Azért nem tartjuk jónak a 70%-os egyéni rendszert, illetőleg az egyéni rendszer irányába való még nagyobb elmozdulást, akár helyi választások, akár országgyűlési választások szintjén, mert ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, ahhoz legalább két feltételnek folyamatosan egyidejűleg teljesülnie kellene. Az egyik a korrekt, tiszta és átlátható, legális, törvényes pártfinanszírozás. Az nem megy, hogy a kisebb pártok vagy a középpártok tisztességesen gazdálkodnak, az állami forrásokkal határidőre, forint fillére pontosan elszámolnak, míg az elmúlt 20 év két legnagyobb pártja, a Fidesz és az MSZP pedig ki tudja milyen multiktól, bankoktól, biztosítóktól, építőipari cégektől, ilyen-olyan-amolyan nem teljesen tisztázott körülmények közül érkező finanszírozásban részesül. Ez nyilvánvalóan igazságtalan és aránytalan. A másik pedig az aránytalan médiaviszonyok kérdése, kérem tisztelettel. Hát azért az úgy nem működik, hogy például a Jobbik Magyarországért mozgalom bizonyos csatornákon kevesebbet szerepel, mint a tőle legalább 10%-kal gyengébb eredményt elérő LMP. Az úgy nem megy, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit nagyon sok csatorna megsérti. Nem győzünk jogorvosati kéremekkel, kifogásokkal, panaszokkal élni abban az irányban, hogy ez megváltozzék. Gyakorlatilag nagyon sok média úgy tesz, hogy világon van a Fidesz, létezik az MSZP, az LMP, és azt a hamis látszatot kelték, mintha Jobbik nem lenne, tehát nem is lenne véleményünk dolgokról, holott ugye mindenről, úgy érzem, elég markáns álláspontot és véleményt fogalmazunk meg, minket egész egyszer elhallgatnak, tulajdonképpen egy média karanténba kényszerítenek ezáltal. Na most, amíg a pártfinanszírozás így áll, amíg a médiában ennyire igazságtalanul és jogszerűtlenül torzak az arányok, addig nem lehet beszélni arról, hogy egyéni képviselői rendszerre álljunk át, mert hogyha a pártfinanszírozásban valósan arányos tényezők lennének, és a média megjelenés is korrekt és törvényes lenne, akkor azt mondjuk, hogy érdemes ezen elgondolkozni, hiszen akkor valóban egyenlő feltételek állnak elő, de hát úgy érzem, hogy ettől messze vagyunk, és a következő 50 évben én változások retéren nem számítok. Tehát nagyon érdekes lesz az a helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha az Alkotmánybíróság, teszem azt, megsemmisíti ezt a törvényt, hiszen akkor egy nagyon érdekes állapot fog előállni, hiszen a tavalyi őszeredményeken ez nyilvánvalóan már nem tud változtatni, viszont egy alkotmánysértő törvény alapján lebonyolított választások, meg az azt követő politikai helyzet az ma még beláthatatlan következményekkel járhat. Ugyanakkor az egyéni és kompenzációs arányok kérdését nem is akarom a továbbiakban körbejárni, úgy hiszem az előző percekben ezt kellőképpen megtettem. A kampánycsend intézményével önmagában egyetértünk. Tehát nagyon helyes az, hogy mondjuk a választások napján legyen csak kampánycsend. A korábbi szabályozás, tehát az, hogy mondjuk a vasárnap megtartott választások esetében péntek éjféltől vagy szombat éjféltől beállt a kampánycsend, ennek nem sok értelme volt, rengeteg kampánycsendsértés, rengeteg jogsértés kapcsolódott ehhez. Ezt önmagában helyesnek tartjuk, viszont tiltakoztunk ellene a megszületése előtt is, és tiltakozunk most is, hogy ennyire lerövidítették például a kopogtató cédula gyűjtés időszakát. Rögtön hozzáteszem, hogy ez nem a Jobbiknak, hanem a Jobbiktól jóval kisebb pártoknak és jelölő szervezeteknek jelent aránytalan hátrányt. Ennek a legnagyobb torzítása Budapesten volt megfigyelhető, ugye ahol rögtön megfejelték azzal, hogy felére csökkentett kopogtató cédula gyűjtési idő mellett négyszer annyi kopogtató cédulát kellett összegyűjteni, mint 2006-ban, illetve az azt megelőző választásokon, ami nyilvánvalóan megint egy jogszerűtlen és igazságtalan állapot. És hogy ne annyira rózsaszínen lássuk ezt a kérdéskört, és nyomatékosan felhívjam itt ellenzéki képviselőként a figyelmet a problémákra, ezért most néhány fontos tényt, fontos sérelmet szeretnék önöknek megemlíteni, mindjárt hozzáteszem a teljesség igénye nélkül, mint egy példálozó jellegű felsorolással, de próbálom ezeket a súlyuk miatt röviden bemutatni. Az egyik az, amelyet szintén nyáron erőszakoltak át a parlamenten, mely szerint a honvédségtől, a rendőrségtől, illetőleg a nemzetbiztonsági szolgálatoktól leszerelt személyek a leszereléstől számított 3 éven belül ugye nem lettek választhatóak, tehát magyarán mondva a passzív választójog nem illette meg őket.
Nyilvánvaló, hogy ezzel az ellenzéki pártokat hozták hátrányos helyzetbe, azon belül is leginkább a Jobbikat, hiszen valahogy mégiscsak megneszelhették, hogy a Jobbik színeiben nagyon szívesen indulnának el frissen leszerelt, aránylag még fiatal vagy középkorú rendőrök és katonák elsősorban. Titkosszolgálatoktól leszereltek nem igazán voltak jellemzőek, hogy érdeklődtek volna nálunk, vagy ha érdeklődtek, akkor az érdeklődés más természetű, ebben most nem szeretnék belemenni. Semmi indokát nem láttuk ennek, és hogy emlékszünk arra, hogy eredeti javaslatban ez úgy hangzott, hogy 5 éven belüli leszerelés esetén nem lettek volna választhatóak ezek a személyek, aztán kiderült, hogy Győr megye jogváros polgármestere beleesne ebbe a kategóriába, és rögtön levették 3 évre. Tehát ez a testre szabott, egyénekre szabott jogalkotást mindenképpen sérelmesnek tartjuk, és ilyen értelemben azért a választások tisztasága környékén megint csak azt mondom, hogy nincs minden rendben. Jogorvoslati rendszer. Nagyon helyesen és nagyon korrekten, hogy azért dicsérő jelzőket is használjak, kitér erre a beszámoló, hogy az egyéni eredményekkel szemben benyújtott jogorvoslatok, ugye jogorvoslatok végeredménye, azok jogerős elbírálása kihatással, méghozzá jelentős kihatással van a kompenzációs listák végeredményeire. Most ezeket az anomáliákat is célszerű lenne feloldani, hiszen például Szabolcs megyében is számos.